Ki emlékszik az elveszett kiflikre? Bizonyára mindenki emlékszik. Alig volt egy 3-4 hónapja, hogy a Pszachim traktátus elején két napot is szenteltünk a talmudi valószínűség számításnak. Most ez egy visszatérő téma lesz a mai nap. Annak idején a patkányról beszéltünk, amelyik ellopta a kiflit, és nem tudtuk, hogy a Pészákra kóser kiflit, a kovásztalan kiflit, vagy a kovászos kiflit lopta el, és hordta szét. Most pedig a húsokról lesz szó, de mindenek előtt, ahhoz, hogy a húsokról tudjunk beszélni, szó lesz a persejekről, és a persejekből elveszett pénzekről. Ez lesz a mai fő témánk. De előtte még egy nagyon kevés kis történelmi visszatekintés lesz, akit érdekel a valószínűség számítás, és azért kapcsolódott most be, mert feltétlenül ezt szeretné hallgatni, annak legyen még egy pár perc türelme, amíg oda fogunk jutni. Jó reggelt kívánok, Mária! Úgy látom, hogy mindenki egyben van, kezdhetjük is. 18-as lap alján tartunk, és tegnap már szóba került Jehojada főpap. Jehojada főpapra azt kell tudni, hogy meghatározó személyiség volt. Joás király csak 8 éves volt, ha jól emlékszem, hogy még, lehet, hogy még fiatalabb, amikor az ő gyámsága alatt királyá lett, úgyhogy Jehojada nagyon meghatározó volt abban az időben a zsidó nép vezetésében. Körülbelül beszélünk a polgári időszámítás előtt 9. évszázadról, Júdea királyságában. Jehojadáról azt mondja a krónikák könyve, hogy az ő idejében kicsit megerősítették a Salamon által épített szentélyt, az első szentélyt, és azt mondja a krónikák 2.24.14, hogy Ukehallaiszom hiviulifneam melech Jehojada, amikor befejezték megerősíteni a szentélyt, a házat, akkor elhozták a király és Jehojada elé mindazt a pénzt, amely megmaradt, mindazt az ezüstöt és pénzt, ami megmaradt, és ebből készítettek eszközöket és edényeket a szentély használatra. Rabbi Shmuel bar Nachman be Shem Rabbi Yoinason Amar. Ugye mit látunk itt? Azt látjuk, hogy volt valami pénz, ami a bedekabájsz, ami a háznak a karbantartására, a szentélynek a karbantartására volt célozva, és ezt a pénzt, ezt, ami megmaradt belőle, azt eszközök készítésére használták. Hogyan is volt ez? Azt mondta Rabbi Shmuel bar Nachman Jonathan rabbi nevében, valójában Stein Davis Osso. Jehojada két persejt is felállított, ugye a persejek kapcsán kerül ez szóba. Az egyik persejbe gyűjtött a háznak a az egyik persejbe gyűjtötte a háznak az adományait, tehát azokat az adományokat, amelyek a karbantartáshoz voltak szükségesek. A másik persejbe gyűjtötte az eszközök készítéséhez szükséges pénzt. Ráadásul, hogy látni fogjuk, hogy két, nem csak a dolog logikája követeli ezt meg, hanem az is, hogy a szövegben, a szövegkörnyezetben, vagy a szövegben két helyen is meg van említve az a persej, amiben gyűjtötték a néptől a pénzt a szentély tatarozására, restaurálására, és az egyikben úgy tűnik, hogy ez a szentély falain belül volt, a csarnok falain belül talán, a másikban meg úgy tűnik, hogy a csarnok falain kívül. És ebből is arra következtetnek, hogy két perserről van szó. Talint vérem is molne, dava achasz. De is molne azt mondja, hogy nem. Itt egy perserről van szó. Dich szíve jajmer a mellek, ve jászú arénechod. Ugyanis a 24-es fejezetben azt mondja a király, hogy legyen így, és készítettek is egy persejt. Tehát egy perserről van szó, és nem kettőről.
és elhelyezte az örökkévaló házában, és egy lyukat is vájt rajta, amin keresztül a pénzt bedobták. Ugyanakkor viszont az is írva van, hogy hadich szív, vilmen melech mi ászra jelni, ne hadit néhova, és sárbeisze sem a kutca, hogy volt egy, hogy szólt a király, és készítettek egy perselyt, és elhelyezték a kapuban, a szentély kapuja előtt. A korábbi mondatban, amikor idéztünk, abban úgy tűnt, hogy a szentélyben helyezték el, akkor ez mégiscsak erősíti Rabbi Shmuel bar Nachman véleményét, aki szerint két perselyről beszélünk. Rav Huna, mipniat meim. Azt mondta, Rav Huna nem, ez igazából egy persely, amit előbb beraktak a szentélybe, és aztán, amikor látták, hogy sokan tisztátlanak és nem tudnak bejönni a szentélybe adakozni, akkor elhelyezték a szentélyen kívül. Oké. Rav Huna mesélj, Rav Yosef, Achlai Asa sem, Beisa sem, Szipois Keszef, mert Zamrois. Rav Huna azt mondja, hogy nem lehet, hogy ez egy persely lett volna, mert a királyok könyvében azt olvassuk, hogy az a pénz, amit gyűjtöttek a házra, azt nem lehetett felhasználni az eszközökre. Tehát el kellett, hogy legyen választva ez a, az a két dolog egymástól. Más a szentsége magának, a háznak és a, az eszközöknek, amit a házban használnak. És ezért az az álláspont, hogy valójában két persely volt. Oké. Hádan a lakperekslő és az a sejfrösz. Ezzel befejeztük a hatodik fejezetet. Átérünk a hetedik fejezetre, és maradunk a persejeknél. Mit tanultunk tegnap, vagy tegnap előtt, már magam sem emlékszem, hogy 13 persej volt a szentélyben. 13 persej, amiben valójában, ha jól számolom, akkor 8-féle adományt gyűjtöttek. Volt az első 7 persej, ami 7 különböző áldozatra, illetve célra volt gyűjtve. Ezeket felsoroltuk, és fel is írtuk a táblára. És volt 6 másik persej, amire csak egyszer az volt felírva, hogy ne dava, az volt felírva, hogy felajánlás, és ebbe, ha valaki pénzt rakott, akkor ebből ne dava, olá, teljes égő áldozatokat hoztak a szentélyben. A kérdés az az, hogy itt ezek a persek egymás mellé voltak rakva. Mi van akkor, hogyha a két persek között találunk pénzt? Ismeritek azt a viccet, amikor a... hogy van a történet? Hirtelen teszem be a történet eleje, de hogy a lényeg az, hogy megtalálta a pénzt, és azt mondta, hogy akkor a jobbomon is szombat, a balomon is szombat, de középen nincs szombat, és felvette a pénzt. Nem emlékszem pontosan a történet elejére. Bárhogy is legyen, ez a vicc jutott eszembe. Ugyanis arról lesz most szó, azt fogja a Misna részletesen végigvenni, hogyha találta, megtalálta a pénzt a két persely között, akkor melyik persely célja a meghatározó arra a pénz nézve? Miből indulok ki, hogy melyik persejből esett ki ez a, vagy melyik persejből lett számba ez a pénz? Hát akkor menjük, nézzük. Ma is a nimcóben skalim lenne dava. Ugye az első persely az a skalim. Azt mondtuk, hogy az két első persely mi volt? Tiklin hadatin, tiklin a tikin, a új sékelek és a régi sékelek persely. Az új sékelek persely az, amelyben az idei sékeleket kellett tenni, a régi persejek, a régi sékelek persely pedig az, amiben a tavalyról elmaradt sékeleket kellett tenni. Mi a helyzet, hogyha az új sékelek persely és a nedava, az általános olá felajánlások persejek között találja a pénzt? Ugye ez azért érdekes, mert a általános felajánlások persely az a végén van, az az utolsó 6 persely. Kicsit nehéz akkor így elképzelni, hogy hogy van, miért éppen az első és a mondjuk minimum 8. persely közöttről beszélünk. De nem spoilerezünk, nem fogjuk lelőni a poént, a Talmud is rá fog erre kérdezni, és el fogja magyarázni, hogy miért erről van szó. Bár is legyen, hogyha itt találta a pénzt, akkor karmel és karmel, nyiplő és karmel, dava, nyiplő, dava, az meghatározó, hogy melyikhez van közelebb a pénz. Ha közelebb van a sékel persejhez, akkor a sékelekbe kell bedobni, hogyha közelebb van a felajánlás persejhez, akkor a felajánlás persejbe kell. Mi van, akkor a pont középen van.
Jiplu, mercele, mercele, jiplu, de ha pont középen van, akkor dobjuk a felajánlások perseibe. Megyünk tovább. Bén éjcim le vajna, akkor a lejcim, jiplu, lejcim, le vajna, jiplu, le vajna, mehec, mercele, jiplu, le vajna. Mi van, hogyha a fák perseje és a tömjén perseje között találjuk a pénzt, akkor ha közel van a fákhoz, akkor a fákra, ha közel van a tömjénhez, akkor a tömjénre. Ha pont fele-fele, akkor dobjuk a tömjénbe. Ha a fészkek és a galambfiókák közötti persejben van, akkor ha ehhez van közel, ha a fészekhez van, akkor a fészkek, ha a galambfiókák, akkor a galambfiókák. Ha pont középen van, akkor menjen a galambfiókáknak. Tehát itt mindig az az alapelv, hogy amihez közelebb van, ha nincs valamelyikhez közelebb, mert pont lemérték és pont középen van a pénz, akkor az egyik abba kell rakni, amelyik a szigorúbb. El fogja mondani ez a tanult, hogy miért éppen ezek a szigorúbbak, mit jelent ez a szigorú, de ez az alapelv. Bén hulile majszerséni. Mi van akkor, ha otthon van két persejem? Van egy kis persejem, amiben gyűjtögetem magamnak a pénzt, ami teljesen profán pénz, és van egy persejem, amiben gyűjtögetem a pénzt a második tized kiváltásaként. Volt második tizedem, amit nem akarok felvenni Jeruzsálembe, azt átváltottam pénzre, beraktam a persejbe, hogy majd amikor sok ilyen második tizedes pénz összegyűlik, akkor fölmegyek Jeruzsálembe, és ott elköltöm ezt a pénzt. Kint van a két persej az asztalon, és a kettő között találtam pénzt. Melyikbe kell dobnom? Karol lehonin, nyiplu lehonin, karol lemájszesein, nyiplu lemájszesein, mehzol lemájszesein, nyiplu lemájszesein. Hogyha közelebb van az egyikhez, akkor az, amelyikbe közelebb van. Hogyha pont középen van, akkor na, melyikbe? Természetesen a szigorúbb szerint árok el, tehát a második tizedes persejbe fog menni. Ugye, mert a profán asztalt akarok, a második tizedes pénzzel pedig feltétlenül föl kell menni a Jeruzsálembe, és ott kell elkölteni. Zeáklon, ez az alapelv. Ölkin áhára karev lehakker, hogyha közelebb van az egyikhez, mint a másikhoz, akkor feltétlenül azt kell követnem, akkor is, hogyha ez egy engedményhez vezet, tehát ha mondjuk a pénzzel való eljárás szempontjából egy engedményhez vezet az, hogy most úgy ítélem meg, hogy abból a persejbe való a pénz, amelyikhez közelebb esik. Ha viszont merca, ha viszont pont középen van, akkor mindig oda kell vinnem, ahol amelyik rám nézve szigorúbb megkötésekkel jár. Tehát ami a szigorúbb rendszer, vagy a szigorúbb eljárás rendszerét. Eddig tartott a misna. Most jön a Talmud. Kérdése a Talmudnak az, ami a mi kérdésünk is volt, hogyha megnézzük a felsorolását a 13 perseinek, akkor ez úgy néz ki, hogy van a új sékkel, régi sékkel, és aztán jön a fészek. Ugye emlékeztek, most nem fogjuk végig elmesélni újra, hogy mi ez a fészek. Alapvetően kétféle galamb áldozatnak, az egyiknek a fészek, a másik a galambfiókák, hogy melyik, azzal kapcsolatban vita volt a bölcsek és Rabbi Huda között. De mindenképpen a második és a harmadik Balázs, Isten hozott! Örülök, hogy itt vagy közöttünk. A cím alapján rögtön rácuppantál a témára, látom. De várjál, itt most kérdéseket teszel föl, hogy a pénz gurul, hova gurul, kerek a pénz, nem kerek, jogosak a kérdések, de várd ki a végét. A csemegék még hátra vannak. Oké, egyelőre ott tartunk, hogy logikus az lett volna, hogyha itt a misna tart egy felsorulást, hogy a két persely között, és akkor végigveszi az első, meg a második, meg a harmadik, meg a negyedik között. Logikus az lett volna, hogy a második és a harmadik között itt nézze meg. Miért? Mert az első kettő az sékel, az ugyanolyan. Most új sékel, régi sékel, oké, de mindenképp ugyanolyan. Viszont akkor az lenne logikus, hogy a sékelek és a fészkek közötti. A sékelek persely, meg a fészek közötti persely. De nem ezzel kezd, hanem azt mondja, hogy a sékel, meg a nedava közötti persely. Tehát a felajánlás közötti persely. De hát a felajánlás az a végén van. Azt mondtuk, hogy az első hét persely, az konkrét cél, a következő hat, az pedig az általános felajánlás. Ő meg az első és az általános felajánlás közötti pénzt veszi. Tehát közötte van még hat másik persely.
Mi erre a válasz? Amár Rabbi Abun, Besémre Pinchas Queen Buchlájer, Hajó a Szújin, azt mondja, hogy kell elképzelni ezeket a persejeket? Úgy kell elképzelni, mint egy fülbevalót. Úgy kell elképzelni, mint egy fülbevalót. Hogy néztek ki a persejek? Innen indulunk. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz, tizenegy, tizenkettő, tizenhárom. Az első hét persely volt a konkrét cél. Ugye ez volt az új sékel, a régi sékel, a fészek, a madárfióka. És miről beszélünk, hogy az egyes és a tizenhármas között találja. Ezért ez az első példája, mert ez a felajánlásos. Ugye a 8-tól 13-ig az mind felajánlásos. És erről van szó. A kettő között találja, az azt jelenti, hogy a két az új sékel és a felajánlásos 13, az 1-es és a 13-as között talál. Azt mondja a Misna, oké. Okay. Ezt elfogadjuk. Menjünk tovább. Merca nem merca, jiplu nem dava. Tényleg akkor, hogyha az 1-es és a 13-as között találja, akkor mi az előírás? Hogy felajánlásként kell tekinteni. Miért? Lajc ruha de laj merca nem merca, jiplu nem sak, skalim. Azt mondta, hogy nem az lenne logikus, hogy akkor a sékelekbe menjen? A sékelek. Ha azt mondjuk, hogy mindig, ha középen van, akkor a szigorúbb rendszerint kell eljárja, akkor a szigorúbb az az lenne, hogy a sékeleknek veszem. Miért? Mert a sékelekből fix közösségi áldozatokat hoznak. Ugye a reggelit, a délutánit, a füstáldozatot, stb. Viszont a felajánlásokból nem fixeket hoznak. A fix felajánlás az mindig szigorú. Azt mondja, a Talmud, izdebaj mei már sem a nyiprul és a realiska. De több válasz is van. Válasz, nem válasz, hanem válasz. Több válasz is van. Az első az az, hogy ugye jogos, hogy a sékelekből fix közösségi áldozatot hoznak, a felajánlásosokból pedig csak egyedi felajánlásokat. De ne felejtsük el, hogy a sékelek nem mind lettek elköltve közösségi felajánlásra, hanem csak az a részük, amit lefölöztek belőle. Mit tanultunk? Hogy háromszor egy évben lefölözték a sékeleket, de csomó sékel megmaradt. Mit csináltak a megmaradt sékelekkel? Elköltötték a karbantartásra, vagy azt is felajánlásként felajánlották. Elköltötték karbantartásra, és mivel karbantartásra költötték, ezért ez kevésbé szigorú, vagy kevésbé emelkedett, mint a felajánlásos. És ezért a felajánlásost kell figyelembe venni, és nem a sékelest. Ez első válasz. A másik válasz, is the boy name, a mechza mechza ki mission maze. Azt mond, van egy másik magyarázat, hogy ha valamit találunk középen, akkor az, nem tudjuk, hogy ki a gazdája, akkor az olyan, mintha a gazdája halott lenne, és hogyha valakinek halott a gazdája, nem tudjuk, hogy a sékelnek ki a gazdája például. Valaki hoz egy sékel, nem tudjuk ki a gazdája a sékel. Mi a teendő azzal a sékellel? És azt mondta erre Rabbi Jassza, Ádán, a Tamon, Samaisz, Kal, még Babilóniában hallottam, hogy egyszer, ami Huda megkérdezte Smolytól, hogyha valaki elkülönítette a sékelét, és utána meghalt, akkor mi a feladat a sékellel? Jiprulendava, azt a felajánlásokhoz kell betenni. És mivel ha középen van, az olyan, mint hogyha az illető meghalt volna, akkor ezért azt a felajánlásákhoz kell tenni. Oké. Okay. Ugyanez az előírás. A Sirisze éfese loj, ma Isztán Sirisze éfese loj, hogyha valaki a Kohén, a főpap, ugye minden nap hozott egy tized éfa disztáldozatot, annak a megmaradt pénzét mire kell költeni, bocsánat, nem a megmaradt pénzét, hanem igen, a megmaradt pénzét hova kell költeni, az egyik vélemény szerint be kell dobni a sóstengerbe, az egy konkrét felajánlásra lett felajánlva, a másik vélemény szerint pedig a felajánlásokba kell beletenni. Oké. Okay.
Menjünk tovább. Ugye mi a következő? A fészek és az új fióka, vagy és a madárfiókák közötti madárfiókák között találják. Most emlékezzetek vissza, sajnos, hála Istennek, újra el kell vennünk a fészek és madárfióka kérdést. Ugye ez a 3-as és a 4-es perselyk. Ugye két vélemény volt, hogy ez mit jelent, de most ha a bölcsök véleményét nézzük, akkor a fészek az az, ami a kötelező, megtisztulás kötelező. Ugye kik hoztak galambból áldozatot? Az egyik lehetőség, hogy a megtisztulás részeként kötelező jelleggel hozták a szülőasszonyok, a folyásos betegek, a leprások, stb. És ilyenkor mit hoztak? Hoztak egy fészket, ami azt jelenti, hogy egy galamb párt. A párnak az egyik része volt bűnáldozat, hatot, a másik része volt olá. A másik lehetőség, hogy madárfióka, ez lehetett akár csak egy is, ez egy felajánlás, olá felajánlás. Önkéntes felajánlás. Most, hogyha a kettő között találok pénzt, akkor az vagy ezek szerint egy önkéntes felajánlásként ment volna, vagy egy kötelességként ment volna, és lett volna belőle egy, ami bűnáldozat, egy az, ami olá. Azt kérdezi a Talmud, de ha ez tényleg így van, és középen találom, akkor mit mondtunk, hogy hova megy? Azt mondtuk, hogy megy a madárfiókásba. De hát az hogyan lehetséges? Egy hátotot, egy bűnáldozatra szánt állatot, azt nem lehet oláként felajánlani. Akkor hogyan működik ez? Értitek a kérdést? Azt mondja, Rabbi Hiszkia, Mesém, Rabbi Simon, Lakis, Náj, Bézdin, Állam, Maisz, és Ikru, Vajlasz. Azt mondja, a Talmud, igen, ezzel számoltak kezdettől fogva, és így is úgy is különben azt a meghatározást tették a rabbik, vagy a Bézdin, a Sanhedrin, előre kikötöttek egy feltételt, hogyha maradna például a fészek perselyben pénz, akkor azt oláként ajánlják föl. Ugye, hogy maradhat pénz? Hogy mondjuk olcsóbb, gondolom, hogy kevesebbe kerül egy pár madár, mint amit bedobott az asszony. Tehát maradna belőle pénz, az így is oláként ajánlják föl. Ha ezt a feltételt kikötötték ott, akkor ezt a feltételt lehet is itt is használni. Azt mondja a Talmud, oké, akkor ez megmagyarázza, hogy elvileg egy hátátnak és olának szánt pénzt hogyan lehet csak olára felhasználni. De azt nem magyarázza meg, hogy mi lesz az asszonnyal. Az asszony ebben az esetben, aki, ha abból indulunk ki, hogy itt középen találtak pénzt, és ezt, amit itt találtak, ezt valójában mégis lehet, hogy a fészekbe, a fészek perselybe dobta egy asszonyoknak kötelessége hozni egy olát és egy hátatot, és most mi, mivel pont középen van, ide a madárfiókás perselybe fogjuk rakni, akkor értjük azt, hogy az áldozat szempontjából az előre kikötött feltétel miatt ez hiába hatat, bűnáldozat mehet olának, de az asszonnyal mi van? Az asszony nem teljesítette a kötelességét. Azt mondja a Talmud, amara Yitzchak tnai beizdin hu, ame szápek ez a kinin hu, me szápek ez a psulajsz, Azt mondja a Talmud, ez is egy előre kikötött feltétel. Mi az előre kikötött feltétel? Van egy olyan előre kikötött feltétel, hogy többlet madarakat hoz az, akivel veszik a szentély kincstárban a galambokat. Arra készülve, hogyha elvész egy galamb, vagy hogyha alkalmatlannak találtatik egy galamb, akkor azzal pótolják. És akkor ezekkel az extra galambokkal, a puffer galambokkal lehet az asszonynak az áldozatot meghozni ez esetben is. Annak az asszonynak, akiről csak gondoljuk, hogy létezik, mert hogy azt feltételezzük, hogy esetleg a középen talált pénz az mégiscsak a fészkek perselybe kellett volna, hogy menjen. És ezzel teljesítjük az asszonynak a kötelességet. Azt mondja, Talmud lejt, szrühoda la,
Bank zöjne össze la le écim, le vajna le zav le kapajresz. Azt mondja a Talmud, oké, utolsó kérdés. A Misna végigvette az 1-es és a 13-as, a 3-as és a 4-es, és az 5-ös és a 6-os között. De nem vette egybe, nem vette számba a 2-es és a 3-as, a 4-es és az 5-ös, a 6-os és a 7-es között itt. Miért nem? Azt mondja, Talmud, de végigvette ott Nisztőbe, szerintem, ez áll, kalaiknák, nekünk, mehetsz, azt mondja, Talmud, a végén mondta, elmondta, hogy van egy általános szabály. Az általános szabály az az, hogyha amelyikhez közelebb esik, az a mérvadó, és ha pont középen van, a szigorúbb a mérvadó. Tehát nem kellett ezeket így azért ennyire észtesen végigvenni. És a Talmud kommentálják fel a kérdést, hogy oké, okay, de akkor miért kellett a mégiscsak az 1-es és a 13-as, a 3-as, a 4-es és az 5-ös, 6-os végigvenni. Ha többit nem kell végigvenni, akkor elég lett volna egy példát felhozni, és az összes többit az csak az alapelv alapján meghatározni. A kommentárok elmagyarázzák, hogy ennél a három esetnél, amit a Talmud külön kiemelt, az 1-es és a 13-as, a 3-as, a 4-es és az 5-ös és a 6-os között, ezekben az esetekben külön kellett mondani, mert itt nem volt egyértelmű, nem lett volna egyértelmű az alapelv alapján dönteni, és ezért a Talmud, a Misna fel kellett, hogy külön sorolja őket. Oké, okay. Na, akkor közeledünk a alaptémánkhoz. Kérem szépen ahhoz, hogy ha találtunk pénzt, akkor az kié? Kié a talált pénz? Közeledünk a valószínűség számításhoz. Ugyanis a következő Misna arról beszél, hogy Mois se nimco lifnészai hárebeheimo. Ha találtunk pénzt a állatpiacon. Így mondják ezt? Állatkereskedés. Kimentek a piacra, és ott... A Jeruzsálemi, igen, igen. Tehát a jeruzsálemi állatpiacon találtuk a pénzt. Akkor leajlam maiszer. Akkor az a pénz, az feltehetően másodtized pénz. Tehát szent pénz. Miért? Mert a jeruzsálemi élelmiszer kereskedelemnek a legnagyobb része az abból generálódott, hogy a zarándok turizmus, a zarándok turizmus virágzott Jeruzsálemben, ugyanis akiknek volt másodtizedük, amit el kellett, hogy költsenek Jeruzsálembe, azok feljöttek, és ebből a másodtized pénzből vettek elemózsiát. És azt ott elfogyasztották Jeruzsálemben. És a legtöbb tranzakció az ilyen tranzakció volt. Tehát, hogyha találtál pénzt a piacon, akkor feltétlenül ez egy olyan embernek a pénze, aki nem egy jeruzsálemi lakos, hanem Jeruzsálembe beutazó volt, és hozta magával a másodtized pénzét, hogy abból költsön Jeruzsálembe, és azt vesztette el. Viszont érdekes módon, viszont, hogyha az a Moria hegyen, a Szentély hegyen találod a pénzt, akkor az hulin. Az valószínűleg már profán pénz. Miért? Mert feltehetően mire fölértek a szent, mire fölért az illető a Szentélyhegyre, bocsánat, mert hol igaz az, hogy a turisták költötték a pénzüket? Jeruzsálemben. A Szentélyben ők nem mentek be minden esetben. Én évközben fölmentem Jeruzsálembe. Miért mentem föl? Nem azért, hogy elmegyek a Szentélybe, hanem azért, hogy Jeruzsálemben legyek, és ott fogyasszam el a másodtizedes pénzt. Viszont mikor mentem be a Szentélybe? Ha három zarándok ünnepen. Tisztázzuk, tehát a jeruzsálemi forgalom, az volt egy évközi zarándoklat, és voltak a zarándok ünnepen a zarándoklatok. Az évközi zarándoklat az arra vonatkozott főleg, hogy azok az emberek, akik a termésből átváltották a termést másodtizedre, azok fölhozták a másodtizedet, és azt elköltötték Jeruzsálembe. Ezek nem mentek be a Szentélybe. A zarándok ünnepi zarándoklaton viszont a zsidók bementek a Szentélybe. És mivel nem tudom pontosan, hogy mikor veszette, ha az állatpiacról beszélünk, az akkor valószínűleg állatpiacos pénz, az állatpiacon a többség az turista, zarándok turista. A Szentélyben
Nem feltétlenül van így, mert ott a zarándok turisták csak a zarándok ünnepeken mennek be. És ezért a Szentélyhegyen talált pénz, az profán. Ubirös a láim, sárkali mészesan, a hulim sásza reggel, akkor mészesén. És ugyanez a helyzet a nem specifikus, zarándok turista specifikus helyszíneken Jeruzsálemben. Tehát, hogyha nem az állatkereskedésben vagyunk, hanem, vagy a piacon, hanem csak úgy az utcán, akkor ha az zarándok ünnep van, akkor, akkor feltehetően a pénz az zarándok turista zsebéből esett ki, tehát másodtizedes pénz, tehát szent. Ha évközben vagyunk, akkor feltehetően egy jeruzsálemi lakos zsebéből esett ki, tehát a pénz nem szent. Ugye, ami nem értek pontosan, hogy ezt a különbségtételt, hogy most zarándok ünnep van vagy sem, ezt miért nem tette meg a szentélynél is? Minden felmet, ne elfogyott a pénzen, nem elköltött a piacon. Mármint az a pénz, amit ilyen tizetlenül készült. Nem teljesen értem. Azt mondja, hogy elköltötte a pénzét. Nem, nem elköltötte, és aztán felvitte az áldozatot. Nem, de ne! Ez a zarándok ünnepen. Oké, de azért minden pénzét elköltötte. Azt, amit a pénzaki áldozatnak szánt, azt elköltötte, de amit hozott magával zsebpénzként. De miért? De nem. Ő fölment Jeruzsálembe. Vett egy áldozatot, hogy bemutassa a szentélyben. De ezen kívül még van nála zseppénz, ami mind másodtizedes pénz, hogy például mind másodtizedes pénz, azért, hogy abból az legyen a napi pénze, amiből megél. Igen, az már nem ilyen szent. De miért? Nem a másodtizedes pénz a szent? Igen, azt elköltötte ellen. De miért? Miért költötte? Miért költötte ellen? Nem úgy költi el, hogy azért, hogy felvigye a szentélybe. A második tizedes pénzt azzal költi el, hogy legyen miből vacsoráznia. Oké. Igen, egyszer már volt erről, te a takarítás. Igen, jogos. Oké, megyünk tovább. Mi a helyzet a hússal? Basszasi nincs be az arra, ha találtak húst a szentély csarnokban. Évarim, ajlasz, hatihajsz, hatajsz. Itt már vannak, milyen hús az? Ugye az áldozati hús feltetően, a szentély csarnokban találtak, akkor áldozati hús. De milyen áldozati hús? Ugye többféle áldozat van. Van olyan áldozat, ami teljesen el kell, hogy eljön égetve az oltáron. Van olyan áldozat, ami bűnáldozat, és annak egy részét a kvanták meg kell, hogy egyék. Szóval nagyon egyszerű, nézzük meg, hogy lett fölvágva. Ha föl lett vágva, évarim, ha csak... Hogy mondják ezt? Negyedelve lett? A marhára? Tehát, hogy testrészenként van fölvágva, akkor az valószínűleg az oltára lett számva. Ha viszont kisebb darabokra lett fölvágva, akkor valószínűleg hátosz áldozat, amit a kohanitáknak szántak fogyasztásra. És ezért emberi fogyasztásra előkészítve kisebb darabokra lett vágva. Tehát akkor ez alapján meg lehet állapítani. Nem feltétlenül, nem úgy vágták föl, hogy először fölvágták testrészekre, és utána fölvágták darabokra, lehet, hogy rögtön darabokra vágták. Ha pedig Jeruzsálembe találtunk húst, akkor a zivhe slamim, az valószínűleg slamim áldozat. Ugye arról van szó, hogy most indulunk ki be ebből a háromból. Van olá, ami teljesen fölkerül az oltára, van hátosz, amit a kohaniták esznek meg a szentélyben, és van slamim, amit a tulajdonosok esznek meg Jeruzsálemben. Tehát, hogyha Jeruzsálemben találtam húst, akkor az feltetően slamim áldozati hús. Zebze. De bárhogy is legyen, az oltára már nem kerül ebből a húsból, és az áldozati hús nem lehet megenni. Miért nem? Mert nem tudjuk, hogy nem léptünk-e túl a időkereten. Ugye minden áldozatnak megvan az időkeret, hogy mennyi időn belül kell föltenni az oltár, és mennyi időn belül kell
megenni. Mi a teendőt, ubátszul a szaj, meg kell várni, hogy megromoljon a hús, és akkor el kell égetni. Akkor viszont nem értem pontosan, akkor kit érdekel, hogy ez milyen hús. Így is úgy, az a ugyanaz a sorsa, mert megenni nem lehet, akkor ez miért lényeges? Azt mondja a kommentár, ez azért lényeges, hogy azt tudassa velünk, hogyha valaki mégis véletlenül evett belőle, akkor mely esetben számít az szentésikasztásnak, és mely esetben nem. Ha megevett egy olát, akkor az az, hogyha megevett egy slamimat, akkor az nem az. Oké, így már így világos. Oké, megyünk tovább. Nimcabik vulin... Levarim, Vénusz. Mi a helyzet akkor, hogyha találtam húst Jeruzsálemen kívül? Azt mondja, ha itt is, hogyha nagy darabokból áll, testrészekből, akkor az valószínűleg tréfli hús. Miért? Vehatichajsz mutarész. Ha viszont kis darabokból áll, akkor az valószínűleg kóser hús. Miért? Mert a nagy darabos húst azt azért nagy darabokra vágták, mert a kutyáknak akarják odaadni, nem embereknek. Ha emberi fogyasztással van előkészítve, akkor valószínűleg azért készítették elő emberi fogyasztásra, mert az kóse. Ube sászer egesel basszami ruba, áfri baresz mutaresz. Az ünnep idején, amikor nagyon sok a hús, mert mindenki hozza fel a húst, akkor a nagyobb darabok is kóserek. Azt mondja a Talmud, hogy ez még a Jeruzsálemen kívülre is igaz. Miért? Mert nagyon sok a hús, nincs idő mindent emberi fogyasztásra fölvágni. Oké. Eddig tartott a misna. És azt mondja a Talmud, Lajt szurcha de lo beharabáiz koides. Miért nem mondjuk azt, kérdezi a Talmud, hogy a pénz, amit a Szentélyhegyen találtam, a szent. Mi azt mondtuk, hogy a Szentélyhegyen talált pénz, az nem szent, az profán. Amit Jeruzsálembe találtál, akkor ha évközben van, akkor profán, ha az zarándok ünnepen van, akkor valószínűleg zarándok turista zsebéből esett ki, és szent. Ha az állatpiacon van, akkor mindig szent. Ha a Szentélyhegyen találtad, akkor mindig profán. Miért? Nem lehetne azt mondani, hogy ez a pénz, ez esetleg a kohanita zsebéből esett ki, aki éppen a sékeleket fölözte le. Nem lehet, hogy esetleg ez egy fél sékel adományból kiesett pénz? Azt mondja, Rabbi Ba, Rabbi Chiyabe Shem, Rabbi Echlen, ha zakas, én a könyv, majd szem, ne liska, majd átsó meg hálalanál behéma. Azt mondja, Talmud, feltehetően a pap nem hoz ki a kincstárból úgy pénzt, hogy azt ne rögtön ráaktiválná az áldozati állatra. Nem ezt sem értem teljesen. Valószínűleg ugye nem visz ki a csarnokból úgy pénzt, a szentély csarnokból, mert ugye itt arról a részről beszélünk, ahol az egyszerű zsidók is bemehetnek, ugye a szentélynek több zónája volt, és a csarnokban marad a pénz. Ez nem azért sem világos, mert ugye azt mondtuk, hogy lefölözik évente háromszor a pénzt. Tehát hol van az a pénz, amit lefölöztek? Ugye, amíg vásárolnak belőle. Akkor lehet, hogy ő már úgy vásárol belőle, hogy? Ezek szerint nem az a tévedőt, szóval ez az történetet, hogy lefölözte, és rögtön ráaktiválta a jövőben megvevendő állatokat és áldozatokat, gondolom. És így akkor onnantól fogva az a pénz már profán. Hiába még nem adta oda az eladóknak, de a pénz már profán. Valószínűleg erről van szó. Oké. Okay. Megyünk tovább. Hús. Azt mondta a misna, baszor se nimca, hogyha találtunk húst a
Szentély csarnok, a Szentély hegyen, vagy a Szentély csarnokban, akkor az, ha nagyobb darabos, akkor az olá, az oltárra kerül, lett előkészítve égváldozatként. Ha kisebb darabos, akkor az hátosz, amit a kohanitáknak készítettek elő fogyasztásra. Azt írja a Kata, hogy nemrég találtak a templomhegy alatti részen egy fél sékelest. Lehet, hogy ez is egy zsebből esett ki. Ezt be tudod linkelni, ezt amit találtak? Nagyon érdekes. Hálás lennék, ha ezt ide belinkelnéd, Kata. Oké, okay. De húst nem találtak. Az milyen lenne, ha találnának most húst a régészek? Ki hagyta ott a tegnapi csapatnak a szendvicse, vagy 3000 évvel ezelőtt valaki, aki, vagy 2000 évvel ezelőtt, aki hozott áldozatot. Oké, okay. Bármi is lenni, azt mondtuk, hogy a csarnokban találtak húst, akkor ha nagy darabos, akkor az valószínűleg az oltárnak készült. Ha kis darabos, akkor az fogyasztásra készült. Van egy kérdés. A kérdés az az, hogy, és ezzel foglalkoztunk már egy, valószínűleg nem emlékeztek, de egy 3 hónappal ezelőtt, azért mondom, hogy valószínűleg nem emlékeztem, én sem emlékeztem, de volt egyszer egy téma, hogy egy áldozatról nem szabad elvonni a figyelmünket. Az áldozati hústól. Miért nem? Mert tehát ha el kell fogyasztanom az áldozati húst, akkor amíg elfogyasztom, onnan, hogy le lett vágva, be lett mutatva odáig, hogy elfogyasztom, nem szabad róla a figyelmemet elvonni. Hesse hadász. Miért? Mert attól félünk, hogy elvonom a figyelmet, nem fog elég odafigyelni, és tisztátalanná válik a hús. A kérdés, a vita az volt, hogy ez a probléma, hogy ne vonjam el a figyelmet, ez önmagában teszi a húst érvénytelenné, vagy alkalmatlanná, vagy csak amiatt, mert attól félek, hogy esetleg tisztátalanná válik. A következő mesternek, rabbinak, Rabbi Hosiának a véleménye. Ő Rabbi Yochanan véleményét követi, aki azt mondja, hogy csak az a probléma, hogy attól félek, hogy tisztátalanná válik. És nem pedig eszenciálisan válik ez, eszenciájában probléma. Oké, mindjárt látjuk, hogy ennek mi a jelentősége. Azt mondja Rabbi Lazarba Sémre Bajsia, hogy szia dász, tóni burcura. A Bajsia azt mondta, hogy ha valaki elmondta a figyelmét a húsról, tartunk tőle, hogy tisztátalanná vált a hús, ezért nem lehet már elfogyasztani, hanem hagyni kell, hogy megromoljon, és utána el kell égetni. Amara bia isi a masznisszan amra ként, ubácsul asszaj, jegyszele vész a szréfa. Azt mondja, látjuk akkor, hogy a misnánk is ezt erősíti meg. Miért? Mert a mi misnánk is azt mondja, hogy ha talált húst találok, akkor azt mondtuk, hogy mindegy, hogy milyen típusú, mire satszolok, hogy milyen típusú áldozatról van szó, hogy ez olá vagy hátá. Végülis az eljárás ugyanaz, hogy hagynom kell, hogy megromoljon, és utána elégethetem. Most ez Rabbi Hoysia véleményét erősíti. Miért? Mert mit mond Rabbi Hoysia? Rabbi Hoysia azt mondja, hogy a figyelem elvonás az nem önmagában teszi érvénytelenni azt az áldozati húst, hanem csak azért, mert attól tartok, hogy tisztátalan lett. Ha önmagában tenné alkalmatlanná, hogy érvénytelenné, akkor rögtön elégethetném. Nem kéne megvárnom, hogy megromoljon. Miért kell megvárnom, hogy megromoljon, és nem lehet rögtön elégetni? Mert lehet, hogy nem vált tisztátalanná. Ha nem vált tisztátalanná, akkor lehet, hogy be kéne mutatnom. Akkor meg kell várnom, hogy lejárjon az ideje, a keret, időkerete a bemutatásnak, és megromoljon, stb. És utána el kell égetni. A mi misnánkból is úgy tűnik, hogy a talált hús, az biztos, hogy elvonták róla a figyelmet, és azért kell megvárni, hogy elégessem, és nem lehet rögtön elégetni, mert nyilvánvalóan a misna is azon az állásponton van, hogy a figyelem elvonás az... A figyelem elvonás az
az nem önmagában teszi alkalmatlanná a húst, hanem csak attól való félelmünkben, hogy esetleg tisztátalanná vált. Amerem jajszi, vijausz. Azt mondja erre a Brészi, nem biztos, hogy ez így van. Ez lehet, hogy enélkül is így lenne. Miért? Le akhla én atai a hösem niszkál kecur az, hogy le fum cari, kény cari, le mély már tumba cur az, hogy ez a vész a szépen. Mert ha nem így mondanám, eltekintünk ettől az egész tisztátalanná vált problémától. Lehet, hogy nem azért, nem ebből az egész figyelemelvonás problémából indulunk ki, mert egyszerűen arról van szó, hogy én megtaláltam a húst, még akkor sem be tudom azonosítani, hogy az olá, vagy hatát, vagy slamim, nem tudom, hogy mikor készült. És lehet, hogy az időkeretén túl van, és ha időkeretén túl van, akkor nem tudom elfogyasztani. De lehet, hogy nincs túl az időkeretén. Akkor viszont el tudnám fogyasztani, de még nem tudnám elégetni. És ezért meg kell várnom, hogy lejárjon az idő, és akkor el tudom égetni. Tehát ennek nincs köze feltétlen ahhoz, hogy elvontam a figyelmemet, és ezért. Jó. Megyünk tovább. Mista arról beszélt, közeledünk, nem tudom, Balázs még itt van-e, de közeledünk a 10 kóserbolt történethez, ami már a 10 kiflinél fölmerült. Azt mondja a Mishna, nimtzabik vulim, ha találtam húst a Jeruzsálemen kívül, az utcán. Azt is azt mondtuk, ha ez nagy darabokból van, akkor az valószínűleg tréfli hús, és a kutyáknak szánták. Ha emberi fogyasztása föl van darabolva, akkor akkor valószínűleg kóser hús. Azt mondja, hogy kérdez, pabesém, hogy észre, hogy nincs alé velem, de valósz, lőjkén alé, és ne vélem, azt nincs, nem rá kény, én valim, ne vélem, ez hatik, lőj mámes. Vedek a vasszai, valim, ne vélem, ez lőjk, nem is, ne vélem. Azt mondja, hogy Kriszpa, ebből azt is látom, hogyha valaki ezt a húst megette, akkor az neki, ez egy olyan szabályszegés, amiért botütés jár, ugyanúgy, mint hogyha konkrétan tudnánk, hogy ez egy tréfli hús. Miért? Mert ha igaz a másik oldal, hogyha emberi fogyasztásra darabolt húsra van szó, akkor az azt meg lehet enni. Akkor ugyanígy, ha az teljesen kóser, akkor ugyanígy, hogyha nagy darabos húsról van szó, az tréfli, az teljesen tréf. Tehát ha megeszed, az olyan, mint hogyha konkrétan tréfli húst tettél volna. Rab Kriszpa besem Rab Jézus Rab Hanina im hajum ha razajsz mutarajsz. De azt is hozzátette, hogy van egy kitétel, amikor a nagy darabos hús is megengedett, hiába nincs apró része földrabol emberi fogyasztásra, hogyha felfűzted, mondom, itt valamilyen hússzárítási vagy füstölési folyamatról van szó, hogy felfűzték a nagyobb darabokat, és valamit megszárították, nem tudom, mit csináltak vele, de mindenesetre az mutatja, hogy te ezt nem csak oda akartad vetni a kutyák elé, hanem valamilyen készítési folyamatnak a része. Így van, feldolgozásra van előkészítve. És ez esetben abban indulunk ki, hogy kóser. Oké. Okay. Elérkeztünk a kedvenc témánkhoz. Tésa hanujajsz maichrejsz szárnevejlo ahász maichrejsz szárs kuta. Van a városban 10 hentes. Van 9 hentes, amelyik tréfli, és 1 hentes, amelyik kóser. Nishalfulaj vett az egyikből húst, és nem emlékszik, hogy nem tudja, hogy melyikből vett. Ha is es, akkor azt mondjuk, hogy mert nem tudja, lehet, hogy kóserből, lehet, hogy nem kóserből, akkor tartani kell attól, hogy nem kóserből, és ezért nem eheti meg a húst. Ha viszont a húst megtaláltuk, akkor mindenképp a többség után megyünk. És mert a többség nem kóser, ugyancsak nem lehet belenni. Az egyiknél nem lehet enni, mert nem tudom pontosan. Vagy igen, vagy nem. Vagy igen, vagy nem, akkor szigorúan kell eljárnom, mégiscsak egy fontos tilalomról van szó, és nem mehetek a húsból. Ha viszont találtam a húst, akkor eleve a többséget tekintem,
és a többség nem kóser volt, akkor ugyancsak nem ehetek belőle. Eddig nincs probléma, eddig ugyanaz a törvény mind a két esetben. Most sem, viszont a fordított eset. Tényleg, ha nulla is majd, lehet, beszállsz, futa, válhatsz, még helyezem, szállne vejla. 9 bolt kóser húst árul, és 1 árul tréfli húst. Nisztálfulaj, ha is. Ha vettem az egyikből, és nem tudom, hogy melyikből vettem, akkor 50-50, akkor tartanom kell, hogy esetleg a tréfliből vettem, és ezért nem ehetem meg. Ha viszont vele nimcész, ha viszont az utcán találtam egy darab húst, akkor hölkin áhára rajv, akkor a többség után megyünk. Ez az a téma, amit úgy hívunk a talmudi megfogalmazásban, kola paris mi ruba, kola kvua ke mehca mehcadami, kola paris mi ruba paris. Minden, ami a forrás helyén van, és bizonytalanságban van, azt fele-fele módon tekintem, és minden, ami elmozdult az eredeti forrás helyéről, az a többség után megy. Ugye? Miért? Azt mondom, ha van 9 bolt, van 10 bolt, egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, és van egy tizedik, ami eltér a többit. Oké? Okay? Oké. Okay. Van tíz bolt, abból az egyik eltér a többitől, akkor, és itt vagyok én. És nem, bementem az egyik boltba, és vettem egy darab húst. Kihoztam a húst, és nem tudom, hogy milyen az a hús. Kosher, vagy tréfi. Akkor 50-50. Miért? Mert lehet, hogy kosher, lehet, hogy tréfli. Miért? Mert a szafek, a kétely, az a forrás helyen merült föl. Bementem a boltba, és ott, most nem tudom, ez a bolt a kosherbe mentem be, vagy a nem kosher. Mennyi? Vagy kosher, vagy nem kosher. Ez a két lehetőség van. Viszont, hogyha találtam egy darab húst, itt van a hús, de a hús az legyen piros. Itt a darab hús, és erről nem tudom, hogy kóser, akkor azt mondom, hogy nézem meg, mi a többség. Ha a többség volt kóser, akkor ez biztosan valószínűbb, hogy kóser. Ha ez a bolt, ha a többség tréfli, akkor valószínűbb, hogy tréfli. Oké? Okay? Most visszaemlékeztek, azt hiszem, hogy ezt a Pszachim 10-es lapon tanultuk, 10-es, 11-es, meg lehet nézni. Sőt, meg is mondom nektek pontosan, hogy ha valaki érdekel, akkor végig tudja hallgatni a 330-as előadás. Elején, az első 20 percben elmagyarázom ennek a dolognak a logikai lényegét, de csak egy gyors ismétlésként, hogy mi ebben a logika. Több magyarázat is van, az egyik magyarázat az, hogy nincs ebben logika, hanem ez egy zéra szakaszú, ez egy égi rendelet. Így kell elfogadni. Van azonban jó pár magyarázat, ami szerint logikus. Az egyik magyarázat szerint a logika az az, hogy amikor azt mondom, hogy ugye van egy alapelv, hogy battle the right, hogy valami, ami keveredik valami mással, akkor a nagyobbikban feloldódik a kisebbik. Ugye? 1:60 például, battle the shishim. Ha egy tréfli valami bekeveredett a kóserbe, egy tréfli alma bekeveredett a kóser almák közé, hogyha 59-nél több kóser alma van, és akkor az 1:60-nál az már kisebb, mint 1:60, akkor feloldódik a többségben.
De mikor tekinthetem a többséget? Mikor mondhatom erről a húsról, hogy ezt egy, akkor, hogyha mind a 10 boltot egybe tudom kezelni? Ha mind a 10 boltot egybe tudom kezelni, és egy bolt tréfli, akkor valószínűleg az összes húst kiveszem a boltból, akkor van minden húsban 10 darab hús, minden boltban 10 darab hús, akkor van 100 hús, ebből találtam egy húst, akkor az még ha tréfli is, feloldódik a kóserben. Nem arról van szó, hogy ez valószínűbb, hogy kóser, mint hogy tréfli. Valószínűségben nincs különbség, hogy a boltban van, keletkezik a két tej, vagy a bolton kívül. Hanem arról van szó, hogy úgy tekintem ezt a 10 boltot, mintha egy nagy lábos lenne, amiben az összes benne lévő hús benne van. De mikor tudom így tekinteni? Ha a bolton kívül vagyok. Ha a boltban vagyok, akkor az a kérdés, hogy melyik boltban vagyok. És ezért, ha a bolton kívül van a hús, akkor az olyan, mintha egy nagy lábosban benne lenne az összes városnak a hentesének a húsa. És abban feloldódik a tréfia kóserben. Ha a boltban vagyok, az olyan, mintha azokat a húsokat, amiket bepakolnék a lábosba, oda mennék hozzá, és nem tudom, hogy ez most egy kóser vagy tréfli hús. Ott viszont fele-fele az arány, akkor ott a valószínűség alapján kell mennem, és akkor fele-fele. Oké. Okay. Ez egyik magyarázat. És van egy másik magyarázat, egy gyönyörű magyarázat, a hitá magyarázata, ami azt mondja, hogy a valószínűség számításnál mi a valószínűség számítást hol lehet használni? Ott, ahol nincs emberi tényező. Tehát, ha van 10 labda az asztalon, és a 10 labda közül 9 fehér, 1 piros, jön a szél, lefújja az egyik labdát. Nem vagyok ott, nem tudom, hogy melyik labdát fújta le. A valószínűség számítás szerint mi a valószínű, hogy piros vagy fehér labdát fújt le? Nyilvánvalóan fehér. Fehéret. Miért? Mert 9 fehér labda van, egy piros. A szél szempontjából mindegy, hogy melyik labdáról beszélünk, mert ő ugyanúgy fújja le a pirosat, mint a fehéret. Ha viszont nem a szél fújta le a labdákat az asztalról, hanem egy gyerek vette le a labdát az asztalról, akkor nem tudom, hogy melyik labdát vette le. Lehet azt mondani, hogy valószínű, hogy a fehéret? Mert több fehér labda van, mint piros? Nem lehet ezt mondani. Mert a gyereknél vannak személyes szempontok. Lehet, hogy az ő kedvenc színe a piros. Tehát ott fele-fele az arány. Sőt, hozzátok ebbe az esetben még az eset, hogy... Hogy? Nem úgy működik. És ezért nem nézhetem azt, hogy a többségben mi van. És ezért, ha a boltban megyek be, akkor ott rólam van szó, ott van egy emberi szempont. Én melyik boltba mentem be? Hogy melyik boltba mentem be, azt ezerféle szempont meghatározza, és nem csak az, hogy melyik, hányféle boltból van több a városban. Ez olyan, hogy találok egy ékszert. És akkor a városnak a 95% a szegény, 5% a gazdag. Ki vesztette el az ékszert? Na, valószínűleg szegény, miért? Mert ők vannak többségben. Egy túró. Van egy csomó emberi szempont, hogy nekik nincs pénzük ékszerre. Vagy ha van is pénzük, van, azért kevésbé fognak rá költeni. Akkor itt is, ha a boltról nem tudom, hogy mi van, akkor ott van egy emberi szempont. Ha a húsról nem tudom, a hús, az már nem tekintem emberi szempontnak, az már a valószínűség számítás. És hogyha a valószínűség számítás, akkor a többség dönt. Amar Rabbi Yochanan, a nimca bejád nachnék, a nimca beplátja. Mi a helyzet akkor, hogy nem az utcán találtam a húst, hanem egy nem zsidónál? Találok nálad húst. Hogy néz ki? Találtam a zsebedben egy kis pénzt, az kié? Nem, ugye ez nyilván viccet félretéve. Találtam húst egy nem zsidónál. Nem tudom, hogy az kóser vagy nem kóser. Azt mondja rá, hogy Jajkanán ugyanúgy kell tekinteni, mintha az utcán találtam volna. Magyarul azt akar ezzel mondani, ha az előző magyarázatot veszük, hogy
A nem zsidó ember szempontjából mindegy, hogy ő kóser vagy nem kóser húst vett. Tehát az emberi szempontot nem merül föl. Tehát ha nálad találom, az olyan, mintha az utcán találnám, tehát csak a valószínűséget kell néznem az emberi szempontok nélkül. De mi lehet, hogy Rabbi Chagai hava mismech le Rabbi Mana? Egyszer ment Rabbi Lazer, és támogatta Rabbi Manát Rabbi Chagai, támogatta Rabbi Manát, Hama le cháder mai, me kátem és szuszi máfek le bar. És mit láttak? Hogy egy nem zsidó éppen darabolta föl a lovát, és adott el, és készített elő eladásra. Amen lejjádohi, de amár remélyei hannan. A nimcömi járnok, a nimcömi pálatja azt mondta, erre tényleg, akkor erre is vonatkozik az, hogyha találunk húst egy nem zsidónál, akkor a többséget kell nézni a boltoknak. És mi van, ha a lovát vágta föl, mint ahogy most látjuk, ami nem kose. Amen lejjékei, nem remélyei észre, remélyvein, sörő, aliszajai című, mi kulinsen iszra. Azt mondja a Talmud, nem erről van szó, arról van szó, hogy ha találtam egy nem zsidónál húst, de úgy, hogy előtte láttam, hogy egy hentestől, ráadásul egy zsidó hentestől jött ki. Ha jól értem, ezt úgy kell érteni, hogy találtam nála húst, hogy itt voltak ilyen viszonteladók. A hentes, volt egy pár hentes a városban, és a hentestől vettek viszont eladók, akik kivitték a piacra, és eladták. Most egy nem zsidó viszont eladótól lehet-e venni húst egy olyan városban, ahol a hús sok többsége kóser hentesből jön. Van a városban 10 hentes, ebből egy nem kóser, 9 kóser. A piacon árulnak húst, csak a hentesektől vehették a húst. Ugye ne felejtsük el, nem volt akkor még hűtés, nem volt, tehát ott friss hús volt mindig. Akkor azt mondom, hogy a nem zsidó nagy valószínűség szerint a 9 kóserboltból hozta, hentestől hozta a húst, tehát a hús kóser. De ez mikor igaz? Akkor, hogyha láttam kijönni a hentestől. Azt nem értem pontosan, hogy miért teszi az egy a zsidó hentestől. De lehet, hogy azért, mert a henteseknél a zsidó henteseknél is volt nem kóser hús, ugye? Mert manapság is van, hogy egy vágásnál nem sikerül annyira jól a hús. Mert hogyha láttam, hogy kijött a zsidó henteste, akkor biztos, hogy kóser a hús. Nem, mert bevihetett rétlik a zsendélyből. Itt van, hogy 50-50%-ot egy kicsit elkimenteni ezzel. Nem, pont az, hogy itt nincs 50-50%, mert a nem zsidó viszonteladónál talált hús, az olyan, mint az utcán talált hús, ahol a többséget veszem figyelembe. Ez stimmel is, mert ez majd hozzáteszi azt, hogy akkor, hogyha láttam, hogy egy boltból hozta, és nem otthon földrabolta a lovát, viszont azt nem értem, hogy miért mondja azt, hogy akkor, ha láttam, hogy bement egy kóserboltba. Ha láttam, hogy bement egy kóserboltba, akkor pláne, hogy kóser a hús. Itt éppen az a truváj, ja, várjál, igen, ha láttam, hogy egy nem kóserbe ment be, ugye ezért valószínűleg. Mert itt ugye az egyik oldalra azt akarja, hogy az egy biztos, ne legyen egy változó, hogy ő mint viszonteladó adja el a húst, tehát egy hentestől hozta. Tehát ezért kellett, hogy láttam, hogy bemenjen a henteshez. Ha viszont azt láttam, de milyen henteshez láttam, hogy bement? Hogyha a nem zsidó henteshez ment be, akkor már nem igaz az, hogy valószínűleg a kóser hentesből hozta. Ezért azt kell, hogy lássam, hogy a kóser hentesből hozta. Érted? Az ugyanaz. De ez most nem, ez ugyanaz. Itt nincs ilyen. Á, igen, ezt mondja, azt hiszem, Szajfer, a pozsonyi rabbi azt mondja, hogy annak ellenére, ugye itt az egyik oldalról fixálni akarom azt, hogy ő egy viszonteladó. Tehát nem a saját, ugye egy piacon eladnak húst. Honnan jöhet ez a hús? Vagy a hentestől, hús nagykereskedő hentestől, vagy otthon levágta, nem tudom miért. Ugye azt ki kell zárnom, hogy otthon levágta, nem tudom miért, ezért azt kell, hogy mondjam, hogy hentestől jött. Milyen hentestől? Látnom kell, hogy hentestől jött. Most ha azt mondanám, hogy a nem zsidó hentestől, akkor nem mondhatom már azt, hogy a boltok többségét veszem figyelembe, és ezért
nem mondhat, nem működne a valószínűségszámítás. Azt kell mondjam, hogy egy zsidó henteshez. Akkor meg miért van szükség a valószínűségszámításra? Látom, hogy egy zsidó hentest él. Azért most mondjam, hogy annak ellenére, hogy lehet, hogy utána bement a nem zsidó henteshez is, mert eltelt egy jó pár óra, és ezért fölmerül a lehetősége, hogy nem kóser az a hús, amit hoz. Mégis ha többség a henteseknek kóser, akkor ez a hús is kóser. Látom, Tamás, hozod a formádat. Köszönjük szépen. Hátbár násbici pajon azért baj, mizben kupad, mint ha baha. Oké, kis történet a végére. Történt egyszer, hogy egy férfi Cipori-ban a többsége, ez egy nagyon zsidó lakosú város volt, a többsége a henteseknek kóser volt. Volt egy férfi, aki egy ilyen húsárus, aki összeveszett a hentesekkel. A hentes nem akart eladni neki húst. Loja hivlé, és nem adott el neki. Amelyre hadromái, elmondott egy rómaihoz, vagyis egy nem zsidó barátja, hogy azt neki, menj már be hozzá, vegyél nekem húst tőle. Vájszilé elment hozzá, és megvette tőle a húst, és odaadta neki. Tehát egy ilyen strómant alkalmazott. Amelyre löjnízbis alkarhely, erre utána oda ment hencegni a hentes, és mondta, hogy na, túljártam az eszeden, akaratod ellenére eladtál nekem húst. Amely léve lábba szedem véle, jaj, viszlé, azt mondja, ha, azt hiszed, hogy túljártam az eszeden? Túljártál az eszemen? Én jártam túl a te eszeden. De mit adtam el ennek a nem zsidónak? Tréfli húst! Ha. Azt mondja erre, oda jött a történet a rabbi elé, hogy akkor ez most egy probléma, és mi a helyzet? Azt mondta erre, mert milyen probléma? Mert hogyha egy kóser hentes elad nem kóser húst, az csak akkor lehet, hogyha az éppen levágott marha nem sikerült kóserre. Most ilyen esetben mindig kihirdették, hogy tudja mindenki. Az a hús, ami most a hentesnél van, az nem kóser, mert te zsidók ne vegyék. Ha ő ezt eljátszotta, ezzel még nem teszi a többi hentest is nem kóserré. Ugye gondolom az volt, hogy egy vágóhíd volt, és az összes főkereskedő az onnan ment a hús. Attól még, hogy ő ezt így eljátszotta, ezzel nem azt jelenti, hogy a többiek húsát is tréflinek kell tekinteni. De mi remélem, hogy sem Rabbi Hanina, Májszem, Bonifne, Rebbi, van meg a nagy kulami, Némi, Szemi, Kulinda, Cipori. Drága barátaim, köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, idáig tartott a mai napnak a Talmud tanulása. Mindenkinek kívánok egy fantasztikusan jó szombatot, kit Sábez, Sabbat Shalom. Találkozunk szombat este, addig is minden jót, jó egészséget mindenkinek.